Békesség néktek! Egy bizonyságtétellel szeretném kezdeni, hogy is történt az, hogy most itt állok előttetek. Szerettem volna, ha ez a hosszú idő után első személyes jelenléttel történő Isten tisztelet, ez úgy zajlik, hogyha jönnek még testvérek a körzetből, felkértem Erdei Attila testvért, hogy hirdessen igét. Hát mondta, hogy éppen van egy családi programjuk, úgyhogy nem tud eljönni. Akkor gondolkoztam, kit lehetne még felkérni, hogy hát én délelőtt szolgálok az interneten, akkor délután már enyhítsek magamon, akkor megkértem Andrist. Hát ő megint csak érthető okokból, mondta, hogy most nincs ideje felkészülni, a költöztetett, meg felújítás, meg egyebek. Aztán gondolkoztam, hogy kit kérjek fel, és akkor az Úr Jézus meg felkért engem. Szolgálj te! És hát ez úgy történt, hogy kaptam a szívembe egy üzenetet, ami eléggé összeállt, kerek volt, és ezt kellett már csak kiegészítsem, pár órát készülnöm rá, és van így most egy üzenetem erre a délutánra, úgyhogy nem kértem aztán a helyi testvéreket, vagy bárki mást, hanem gondoltam, hogy belevágok, azt majd lesz még olyan, amikor én hallgatom őket. A 2 Mózes 15-ből, Mózes énekéből az első két verset fogom felolvasni. Mózes második könyve, 15:1-2. Maradhatunk ülve is, fel is állhatunk. Nem tudom, kinek álljunk fel. Jó, akkor álljunk fel. Mózes 2, Mózes 15:1-2. Akkor énekelte Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólnak mondván. Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, szabadítóm má lett nekem. Ez az én Istenem. Őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Imádkozzunk. Mennyei édesapánk, te vagy a mi Istenünk, téged magasztalunk. Dicsőség neked, Uram, hogy kihoztál minket a bűn Egyiptomából, és bevezetsz minket az ígéret földjére. Add, hogy az ígéret földjén ma előre tudjunk lépni, és egy újabb erődítményét foglaljuk el a gonosznak, ezzel is dicsőséget hozva, alázatos szolgálatunk, ige hallgatásunk, igének való engedelmességünkön keresztül, mert méltó vagy rá, hogy dicsőséges legyen a te neved, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon tetszik nekem ez a felkiáltása Mózesnek, hogy ez az én Istenem. Én ezt mindig eddig úgy olvastam, meg úgy hallottam egyszer egy CD-n, amikor ezt az igét idézte valaki. Ez az én Istenem. És egyszer hallottam valakit úgy prédikálni, majd minden mondom is, hogy kit, hogy ez az én Istenem. És most, amikor olvastam legutóbb, így jött elém, hogy ez az én Istenem. És nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó ez, hogy van egy ilyen felkiáltásunk, lehet egy ilyen felkiáltásunk, hogy ez az én Istenem. És eszembe jut David Pozonnak az ige hirdetése, aki nagyon erőteljesen, csendesen, szeliden, de tudjátok, amikor ilyen tonna súlya van minden mondatnak, tehát úgy prédikálta a keresztről, a feltámadásról, hogy nagyon fontosnak tartja a feltámadást. És öreg volt már akkor, ugye most mennybe menetel napján ment a mennybe, tavaly 92-3 évesen. És már nagyon idős volt akkor, ő mindig ilyen széken prédikált. Volt egy ilyen speciális széke, mivel már idős volt, ezért leültették, és akkor volt egy kis emelvény, arra tette a Bibliáját, és így prédikált, és így nagyon öregen már
biztos, hogy 80-90 között járt, de lehet, hogy közelebb a 90-hez. És mondja, ez hatalommal hirdeti az igét, és annyira szeretem, hogy amit fiatalabb korában nem tett meg, 60-70 évesen, az idős korában rendszeresen, hogy elsírta magát az ige hirdetései alatt. Nem bírta már Isten jóságát elviselni. Ezt csak öregen tapasztalom nála, de akkor rendszeresen. És akkor képzeljétek, hogy így beszél a feltámadásról, és csak gerjedezik a szíve, és így mondja, hogy milyen hatalommal támasztotta fel, és akkor felkiált a végén. Ez az én Istenem. Ez az én Istenem. És teljes hatalommal, erővel kiáltja, mondja az embereknek, hogy tudjátok meg, hogy ez az Isten, akiről eddig hallottatok, ez az én Istenem. És mondja nekem, ilyen Istenem van. És Mózes is, amikor látja, hogy az egyiptomiak mivé lesznek ott a tengerbe, hogy Isten milyen csapásokkal segíti, szabadítja ki az ő népét, hogy megúzták ezt az egészet, hogy a páskabárány vére milyen hatalom volt, milyen védelem volt, és mindezt az egészet végig szemléli, az elhívását, meg az egész életét végig gondolhatta, hogy gyerekként, csecsemőként megmenekül, így felkiált, mikor énekel Mózes. Ez az én Istenem. Büszke. Büszke. Az embert megkísérti sokszor a büszkeség, egyfajta büszkeség az, ami szét kell vesse a mellkasunkat. Ez az én Istenem. És emlékszem egy nagyon vicces történet egyébként, hogy talán ezt már elmondtam egyszer, de nem baj, mert ide illik. Gyerekkoromban sokat kijártunk a Körösre fürdeni Szanazukba, kettős Körösre, és egy fiatal lány valami ékszerét, óráját belejtette a vízbe. És elkiáltotta magát, sok fiatalot fürdőzött a környezetünkbe, aki kihozza nekem, amit belejtettem, az kap egy puszit. Hát a fiú úrottam, csak úgy pesgett a víz, és akkor az egyik fiú, az megtalálta egy elég kis fiatal fiúcska, és hát megkapta a puszit, hogy mindenki nézte, hogy az a szép lány megpuszíja azt a fiút azért a valamiért, és akkor az egyik fiú előre állt, megdöngette a mellét, ez az én öcsém, úgyhogy ez az én öcsém. És apukámnak nagyon tetszett ez a sztori, és amikor az én öcsém valami jó dolgot csinált, vagy ügyes volt, akkor mindig rám nézett, megdöngette a mellét, no, ez az én öcsém, nem mondod, hogy az én öcsém. Hát ez az én Istenem, és büszke vagyok arra, amit tett Jézus veletek, meg velem, meg mi velünk. És ez egy óriási nagy dolog, ez az én Istenem. A mai igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy Isten szemével látni. Isten szemével látni. És aztán majd végén vissza fogok kanyarodni az alapigénkhez, de most induljunk el egy kicsit máshonnan, Isten szemével látni. Hát mi ezt szeretnénk, nem? Mi Isten szemével szeretnénk látni. Hát ez egy alapvető hívő igény, hogy Isten szemével lássunk. Például Isten szemével szeretnénk látni előre a dolgokat. És kutatjuk is, meg szeretnénk is Isten szemével előre látni a dolgokat. Aztán szeretnénk Isten szemével tisztán látni a dolgokat. Uram, ez tőled van, vagy nincs tőled? Hát te olyan tisztán látod, segíts nekünk, hogy mi is láthassunk úgy, mint te ezekre az eseményekre, a kihívásokra, útelágazásoknál. Szeretnénk Isten szemével összefüggéseiben látni a dolgokat. Mi miért van, hogyan válik a koronavírus, vagy egy megbetegedés, vagy egy baleset a mi hasznunkra, mert Uram, te azt ígérted, de mégis jó lenne, ha megmutatnád, mert hiszem, de nem értem, nem látom. Az összefüggéseket is. Szeretnék Isten szemével látni a következményeket. Ha most csinálok valamit, Uram, akkor abból mi lesz? Jó fog kisülni, rossz fog kisülni, soká lesz meg, hamar lesz meg. Szeretnénk Isten szemével látni a dolgokat. De jó volt Jánosnak, hogy Isten szemével láthatott. A Jelenések könyve 4. fejezetében, az első 2 versben olvasunk egy ilyen nagyon szép meghívót, amikor Isten azt mondja a Jánosnak, hogy gyere, és akkor nézd úgy a dolgokat, mint én. Jelenések 4:1. Ezek után láttam, és íme megnyílt ajtó volt a mennyben,
És az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, azt mondja, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. Jaj, de jó, Jánosnak, hogy Isten felemelte, és azt mondja, hogy gyere ide fel hozzám, azt innen nézzél szét, innen más a táj. És azonnal elragadtattam lélekben, és én egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. Szóval János felment oda. Jöjj fel ide. Nagyon-nagyon szép ez a meghívó. Aztán milyen jó volt Ászáfnak a Zsoltárok könyvében. A 73. Zsoltár az két dolog miatt kiemelkedő. Az egyik dolog miatt, hogy egy nagyon fontos igazságra nyitja fel a szemünket a 73. Zsoltár. A másik azért fontos, mert én 73-ban születtem, és akkor így könnyű megjegyeznem, nem felejtem el, mint sok más egyéb Zsoltárnak a számai, nekem nem maradnak meg a fejembe, de a 73-ast megjegyeztem. És akkor nézzétek csak a 16. 17. vers. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez a szemeimben. Már hogy a gonoszoknak miért megy jól a sorsuk, a hívőknek meg miért megy rosszul a sorsuk, ezen gondolkodik. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, megértettem azoknak a sorsát. Tehát mikor Isten szemével kezdtem el nézni a dolgokat, akkor minden világossá vált. Ja, hát hogy most jó nekik, de jaj lesz nekik. Nekünk meg most nehéz, de nekünk meg jó lesz. Na most már megértettem, és a Zsoltár további versei erről szólnak. Milyen jó volt Elizeus szolgájának? Hát biztos jól ismerjük a Kettő Királyok 6-ban rögzített történetet. Kettő Királyok 6.17, de azért hadd álljon előttünk, amikor Dótánban Elizeus szolgájának megnyílik a szeme. Azt mondja, imádkozott Elizeus, és mondta, ó, Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szemeit, és látta, és íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Tehát a szír seregek szorongatták őket, a szolga nagyon megijedt, és erre imádkozik Elizeus, Uram, nyisd meg a szemeit. És akkor Isten szemével látta a mennyei seregeket, hogy többen voltak velük, mint amennyien voltak ellenük. De jó, amikor Isten szemével tudjuk látni a dolgokat. Aztán nagyon sokszor szeretnénk Isten szemével látni, és itt már így forrósodik a témánk, saját magunkat. Saját magunkat. Milyen vagyok én? Isten szemével akarom látni, hogy most örül annak, amit én tettem, amit én gondoltam, amit én tenni fogok, amit én gondolni szeretnék, vagy szomorú miatta, elkeseredik Isten, gyászol, vagy haragszik, vagy megsértettem, vagy megoltottam az ő szellemét. Magam dolgait Isten szerint értékelni. És akkor tudjátok, ez a kíváncsiság mindazokkal kapcsolatban, amit elmondtam, Isten szemével látni a jövőt, Isten szemével látni az összefüggéseket, magunkat, ez minket nagyon-nagyon tud érdekelni, olyan nagyon tud érdekelni, hogy ki is találjuk, hogy Isten most milyennek lát minket. Hát ilyenek vagyunk, hogy kitaláljuk. Kitalálunk mi olyan sok mindent, hogy Isten előtt mi kedves, Isten előtt mi gyűlöletes, ugyanazokat a dolgokat, szöges ellentétesen tudják látni a hívők, az egyik szerint ez a dolog Istennek kedves, a másik szerint Istennek nem kedves, és akkor mi kitaláljuk, magunkkal kapcsolatban is kitaláljuk, hogy mi milyenek vagyunk az Isten előtt. És akkor valaki például elkövet valami nagy disznóságot, és akkor azt mondja, hogy hát az Isten kegyelmes, Isten szeret engem, és mikor Isten rám néz, akkor gyönyörködik bennem, mert rajtam van a Jézus vére, és mindentől megóv engem, és elmossa az én bűneimet. Úgyhogy nyugodtan csinálja tovább a disznóságokat. A másik hívő törekszik jót cselekedni, igyekszik, mindent elkövet. Apait, anyait belead, adakozik,
bőjtől, látogatja a betegeket, ott van minden alkalmon, szorgalmasan olvassa a Bibliát, imádkozik, mindent oda tesz, töredelmes, alázatos szívű. És csak fogja a fejét, jaj, az Istenem tökéletes, ő szent, hát még az angyalok is ezt éneklik. És én itt is hibáztam, meg ott még egy fillért még odaadhattam volna egy szegénynek. Hát még egy oldallal több Bibliát olvashattam volna, még egy perccel hosszabban imádkozhattam volna. Ó, milyen nyomorult vagyok, mennyire utál engem Isten, mert nem tudok neki megfelelni, pedig jobb is lehetnék, de nem vagyok jó. Tehát az egyik nyugodtan elköveti a bűneit, és úgy látja, hogy Isten gyönyörködik benne. A másik törekszik, és a legjobb dolgokat cselekszi, de úgy látja, hogy Istent csak szomorítja. Mi kitaláljuk, hogy az Isten hogyan lát bennünket. Én ma egy sokkal biztonságosabb utat szeretnék nektek elmondani. Én nem arra helyezem a hangsúlyt, hogy kitaláljam, vagy akár megtudjam, akár magától Istentől, hogy ő hogyan lát engem. Mert ez nem az én dolgom. Ha kell, hogy megtudjam, higgyétek el, hogy Isten meg fogja nektek mutatni, hogy milyenek vagytok. Ezt garantálom. Tehát ő neki ez nem egy nagy erőfeszítés. Nekünk nem azzal kell törődni, hogy Isten vajon milyennek lát engem. Nekünk azzal kell törődni, hogy mi vajon milyennek látjuk őt. Na, ez a mi részünk. Ez a mi részünk. Élt itt Vésztőn egy öreg bácsi. Mátyás bácsinak volt a testvére. Zoli szokta az ilyen neveket tudni. Hogy hívták? Édes testvére volt. János bácsi. Na, ő, hogy ide költöztünk, nem sokáig élt már. Talán egy-két évig, úgyhogy nem is nagyon ismertem, kétszer találkoztunk, de egy mondása nekem nagyon a szívembe égett. Ugye ő nem járt gyülekezetben, magának való bácsi volt ő, de hívő bácsi volt. Ő halt meg ugye balesetben, hogy felrobbant a kávéfő. Az Beáciba volt. Az Csülök, a másik testvére. Másik testvére. Na, nem tudom, melyik testvéréről beszélek én most, de azt tudom, hogy mit mondott. Valamelyik Csülök fiú volt, hát fiú, persze nagyon idősek voltak, mind a hárman. Azt mondja, de szoktad-e énekelni azt, hogy ó, de remeg a szívem, vajon Jézus mesterem, hogy lesz velem megelégedve? Mondom, szoktam. Azt mondja, az nem jó ének. Mondom, miért nem jó ének? Hát tudom, hogy van benne egy nehéz lépés egyébként a dallam világában, tehát ott én is mindig mellé lövök, de azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy ő hogy lesz veled megelégedve. Az a kérdés, te hogy vagy ő vele megelégedve. Halljátok, igaza volt. Igaza volt. Hát nem mondom, hogy figyelmen kívül kell hagyni. Nem mondom, hogy nincs értelme annak a kérdésnek, hogy vajon hogyan lát engem Isten. Én egy csöppet sem mondom, csak azt mondom, hogy az elsőrenden nem a mi dolgunk tudni. Az az Isten dolga tudni, hogy ő hogy lát minket. A mi dolgunk tudni, hogy mi hogy látjuk őt. És azt mérlegeljük mindig, hogy Uram, meg vagy velem elégedve? Jól csináltam? Nem jól csináltam? Túl jól csináltam? Túl rosszul csináltam? 10 bűnt követtem el? Hol akadsz ki? 11-nél? Vagy 9-nél már kiakadtál? Vagy ezeken gondolkodunk, és elmegy az eszünk ettől a gondolkodástól. Ahelyett, hogy arra figyelnénk, hogy én milyennek látom őt. Én meg vagyok-e elégedve vele? És Isten megkérdezi a véleményem, milyennek látsz engem? Ó, Uram, vajon nem tudom, hogy jól tettem-e azt, amit tettem, vagy elég volt-e, vagy túl rossz volt. És Isten visszakérdez megint, hogy te milyennek látsz engem? Jaj, Uram, bárcsak te olyannak látnál engem. És Isten már türelmetlen, hogy arról beszélj már, ember. Hagyd már abba ezt a gyötrődést, meg vagy ezt a éppen felelőtlenséget, hogy csak követed el a bűnöket, és úgy gondolod, hogy én gyönyörködök benned, arról beszélj már végre nekem, hogy a te szemeddel mit látsz. Nem az én szememmel te mit látsz, erre nem vagyok kíváncsi, majd én tudom, hogy én milyennek látlak téged. A te szemeddel te milyennek látsz engem, ez Isten kérdése. És ezt kell neki elmondani. És itt jön be az, amit David Pózon mondott, ez az én Istenem. Büszke vagyok rá. Látom őt.
És tudjátok, az is jó, amikor Isten segít, mint Jánosnak, segít, mint Elizeus szolgájának, segít, mint Ászáfnak, hogy megértettem. Ha most már Isten szemével látom a dolgokat. Tehát azt mondom, egy csúcs élmény. Én is átélem sokszor. De sokkal-sokkal alapvetőbb, sokkal-sokkal fontosabb, hogy te a saját szemeddel lásd meg őt, és ne az Isten szemével lásd meg magadat. Sokkal fontosabb. Mert ő azért jött. Azért lett láthatóvá. Tehát nem elsősorban nem minket tett látóvá az Isten, hanem magát tette láthatóvá a számunkra. És megkérdezi, mi a véleményed, mit szólsz hozzám? Uram, gyönyörű vagy. És ez újból és újból elmondani neki, visszatükrözni neki, ez a lényeg. Hát ezt értettem meg, ezért mondtam azt, hogy ma most már vigye a kutya, ha két ige hirdet ő nem vállalta. Majd én ezt elmondom nektek, most ezen a délutánon. És akkor egy pár igét is gyűjtöttem ehhez. Hol vannak, megvannak. Jobb 42:5. Jobb 42:5. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel láttalak téged. Megláttalak téged. Nem magamat láttam meg. Kit érdekel, hogy milyen vagy? Kit érdekel? Milyen ő? Megláttalak, Uram, téged. Csodálatos vagy. Hát én most vagy gyenge vagyok, vagy erős vagyok, vagy bűnös vagyok, vagy szent vagyok, a 67. rangú kérdés. Nem ez érdekli Istent, hogy te milyennek látod magadat az ő szemén keresztül, vagy éppen ő milyennek, majd elmondja, hogy milyennek lát. Arra is sor kerül, nyugi. De most az a kérdés, hogy te milyennek látod őt? Meg vagy-e vele elégedve? Uram, meg vagyok veled elégedve, látlak téged, megnyugodott a szívem, megértettem valamit. Hát egy kicsit ostoba voltam eddig, de most már bölcsebb lettem, mert a szemeimmel láttalak meg téged. 2 Korintus 3.18 2 Korintus 3.18 Mi pedig az Úrnak dicsőségét, minnyájan fedetlen arccal szemlélvén. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tudod, amit látsz, olyanná leszel. Elkezdesz arra hasonlítani. Ha egy fiatal kitesz egy nagy izmos, kigyúrt bajnokot a falra, és akkor azt nézi mindig, hát akkor nézegeti majd, hogy na, az én mellem van már akkora, mint az övé, a tricepszem, és akkor olyan akar lenni, mint ő. Ha kiteszi a, nem tudom, a Messit, a focistát, akkor úgy akar majd cselezgetni, mint ahogy a Messi cselezget, nem? Olyan lesz a haja, ha éppen sárga vagy zöld, vagy nem tudom, mindig változtatják ezek, a szakállas vagy nem szakállas. Ő is majd olyan akar lenni, mint ő. Amire néz, olyan fog lenni. Tudjátok, Jákob, hogy csapta be lábánt, hogy mikor jók jöttek, akkor kitette a kis csíkos vesszőket, hogy azt nézzék. Ezt közben ott párosodtak a vájú előtt, nézték a csíkosat, az addig-addig nézték, hogy beléjük ivódott, az valahogy ilyen csíkos kiskecskék, meg kisbárányok lettek, az mind a Jákob élet. Mikor a satnyák jöttek, akkor mondja, hogy most ne nézzetek semmit, csak úgy az égbe, úgy párosodjatok, és akkor születtek a... Tehát csinálta ezt a gén, nem, tenyésztette őket, hogy mit csinálnak most ezekkel, Andrásék jobban tudják, hogy mit jelent ez. Szóval a jókat párosította össze, és akkor jók születtek, azok pettyegetettek lettek meg, csíkosak, hogy el tudják egymástól választani. Amit nézel, olyan leszel. És amikor te magadat nézed az Isten szemén keresztül, vagy legalábbis azt gondolod, hű, de jó, csinálom én a dolgokat. Azért én mégse 2 fillért dobtam be a persejbe, hanem 4-et. Tehát én már 2 özvegyasszonynál is túlteszek. És akkor elkezdem látni magamat, hogy én milyen vagány hívő vagyok, és akkor a jó leső érzés lesz, mindig megnézem magam újból az Isten szemével, meg újból, hát Isten el van érzékenyülve, amikor rám néz, hát teljesen elolvadt a szív, annyira szeret engem, olyan jó, olyan kegyelmes az én Istenem, és hát én pedig ebben élek és növekszek, és akkor mindig magadra nézel, és egyre inkább olyan leszel, mint amilyennek látod magad. Ha pedig gyötröd magad,
elásod magad, akkor egyre inkább saját magadat nézed, és azt mondod, hogy szerencsétlen vagyok, bármit csinálsz, mindig a hibát fogod látni. De amikor Jézus nézed, akkor olyan leszel, mint Jézus. Fedetlen arccal szemléled őt. Látod őt. A saját szemeddel. Tehát itt már nem az van, hogy vajon mi az Isten akarata, vajon mi az Isten véleménye, vajon Isten hogy lát engem. Ezek homályos dolgok. Kijelentheti az Úr, és van ilyen. De általában ezek benne maradnak a homályban. Meg az egyik testvér így ítéli, meg a másik testvér úgy ítéli meg. Tehát ezek homályos dolgok. Ahogyan te látod Jézust, az fix. Az biztos. És ő kijelentette magát nekünk. És a kíváncsi a véleményedre. Hogy vagy velem megelégedve? Uram, látlak téged. Gyönyörű vagy, csodálatos vagy, lenyűgöző, amit látok. Ez a lényeg. Galata 3:1. Ó, balgatag Galácia beliek! Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, akiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti közöttetek feszítetett volna meg. Te el tudjátok ezt úgy képzelni? Annyira szeretem az olyan igehirdetéseket. Tavasszal hallgattam egy ilyet, biztos azóta is, de az jobban bennem maradt, vagy nagyon belém égett. Oda mentem a testvérhez, Nyíregyházán adásék ott voltak. Oda mentem a testvérhez, aki prédikált, mondom neki, egy mondatot nem tudnék visszaidézni abból, amit mondtál. Semmire nem emlékszem. De hogy én Krisztust ittam, amíg beszéltél, azt tudom. Tehát én kapcsolatba kerültem Istennel, amíg prédikáltál. És nem a gondolataid, nem a megfogalmazásaid, nem a jól összeszerkesztett prédikációt fogott meg, nem a váza fogott meg, hanem az, hogy Istent, Krisztust közölted a Szent Szellem által, amíg prédikáltak. Köszönöm, testvérem. Ki volt a béhezve már erre? Na, valahogy így prédikálhatott Pál, aki nem volt egy nagy prédikátor egyébként. Tehát gyenge volt a beszédében, tudományában jó volt, írásban jó volt, de a jelenléte, hát egy összevert ember, szembetegséggel, hát ugye Isten már megvakította egy, aztán megkövezték, tehát szerintem kifolyt a szeme, tehát nem látott. És egy szánalmas megjelenése volt. A prédikálása is gyenge volt. Csak ezrek és ezrek tértek meg rá egyébként. Mert nem a igehirdetés szerkezetében volt az ő ereje, vagy az ő teológiai tudásában, hanem abban a szellemi erőben, ahogy közölte Krisztust, és látták az emberek, de jó, én meghal értem Isten fia. Látom őt, hát, mintha ott lennék. Sőt, aki ott volt és látta, nem értette meg azt, amit megértettek azok, akiknek Pál prédikált. Láttuk Krisztust, mintha a szemeitek előtt feszítetett volna meg. Óriási dolog. Ki ne képzelte volna már el, hogy halt meg érte Jézus. Látom őt. A szememmel látom, a saját szememmel. Nem az ő szemével látom őt, vagy magamat, hanem az én szememmel látom őt. Aztán ugye jönnek a jánosi igék, hát azok különösen szépek. Ez a nyitánya János leveleinek, 1 János 1:1. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Hát ezek ott voltak, testvérek, ezeket nem lehet átejteni a palánkon. Hát ez olyan, mint a Viktor Jancsi, amikor elmesélte nekünk, hogy a gimnáziumban tanultak az 56-os forradalomról, vagy hát akkor még úgy tanították, hogy ellenforradalom. Mi nem is tanultuk egyébként, de ők igen. És akkor mondja a tanár, hogy hogy volt. Azt a Jancsi jelentkezett, kis gyerek volt, azt mondja, hogy tanárul az nem úgy volt. Hát akkor hogy volt? Hát így volt. Hát azt te honnan tudod, hogy úgy volt? Hát az apám mondta, azt az apát honnan tudja, hogy úgy volt? Hát mert ott volt. Mert ott volt. De nem a történelem órán, meg az egyetemen tanulta az apukám, hanem lőttek rá. Azt tudja, hogy kik lőttek, meg hova lőttek. Na János is ott volt, testvérek.
Azt mondja, hát én írok nektek, aki láttam, fogtam, érzékeltem. A saját szemeimmel láttam az élő húsvér Jézust. Élni, meghalni, feltámadni, láttam. És amiket láttam, most én leírom nektek. Tehát ez egy hiteles szemtanúnak a hiteles beszámolója. Láttam Jézust. Aztán az evangélium elején is ezt mondja, János 1.14. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Láttam őt. Ilyennek láttam őt. És akkor leír egy hosszú evangéliumot, egy életrajzi beszámolót Jézusról, tele-tele értékes üzenetekkel, meglátásokkal, dolgokkal. Ilyennek láttam őt. És az utolsó ige, amit ebben a témakörben idézek, az ugyanitt a János evangéliumának első fejezetében, a 32-től a 34. versig terjedő szakasz. Bemerítő Jánosról van itt szó, és bizonyságot tett János mondván, láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Nem tudta János, hogy kicsoda Jézus, pedig rokonok voltak. Ugye Mária Erzsébet rokona volt, és fel is keresték egymást. És a kis Jánoska még anyának a méhében volt, hát ugrándozott ő a Szentlélekkel betelve, de aztán valahogy nem nagyon találkoztak, elkerülték egymást, más volt az életvitel, az életstílus, az egyik egy papi család, másik egy munkás család, és azt mondja, hogy nem tudtam, nem ismertem őt. De amikor láttam, hogy rászáll a Szent Szellem, akkor tudtam, hogy ő az. Isten mondta nekem, hogy majd akire látod leszállni, és láttam leszállni, és akkor én tudom, hogy ő az. És a kérdés az, hogy milyennek látod őt? Ma este. Ma délután. Milyennek látod Jézus? Szerinted milyen? Nézd rá! Nagyon-nagyon fontos kérdés. Milyennek látom én őt? Azt hiszem, hogyha azzal foglalkozunk, hogy milyennek lát minket az Isten, akkor nem fogjuk megtudni. De ha azzal foglalkozunk, hogy milyennek látjuk őt, akkor meg fogjuk tudni, hogy mi milyennek látjuk őt, és azután abból meg fogjuk tudni azt is, hogy ő milyennek lát minket. Ezért először azzal kell foglalkozni. Kicsoda nekem Jézus. Azután azzal kell foglalkozni, hogy ki vagyok én Jézusnak. Az is egy jó kérdés egyébként. De az első, hogy kicsoda nekem Jézus. Azzal fejezném be ezt a gondolatsort, amit elmondott nekem egy testvérnő, amikor megtért, nekem és a feleségemnek mondta el, nagyon tetszett, egyébként nem igaz, de nagyon tetszett. Kicsit úgy voltam ezzel, vagy úgy vagyok ezzel, mint az a kolléganőm, akit egyszer így megdicsértem valamiért. Tehát ilyen természetes udvariasságból mondtam neki valamit, hogy milyen friss vagy ma, vagy valami ilyesmit, és akkor az azt mondta, hogy Lajos, az akkor is jól esett, ha nem igaz. Na, ez most egy ilyen dolog lesz, hogy akkor is jó kifejezés volt, ha nem igaz. Elmondta ez a testvérnő, hogy akkor ott a szobájában imádkozott, gondolkodott, és akkor megértette a lényeget, a Biblia lényegét, a bizonyságtételeink lényegét. És akkor azt mondja, hogy befogadtam én akkor az Úr Jézust. Én elkezdtem benne hinni,
És azt mondja, hogy akkor azt éreztem, hogy Jézus az enyém, sőt, azt mondja, azt éreztem, hogy csak az enyém Jézus. Na mondom, ez így kell érezni, mikor megtér az ember. Senki másé nem ért, csak nekem adta magát. Csak velem van személyes kapcsolatban, nem is született a földre más ember, csak én egyedül. Egy megtérőnek így kell érezze magát. Enyém Jézus. Ez az én Istenem. Így kell érezni. Látom őt. Befogadtam. És aztán jön, hogy ő is befogadott engem. És látom, hogy befogadott. És akkor ez így jótékonyan hat egymásra. Hogy tudom, hogy kedves vagyok előtte, akkor is, hogyha csibészséget csinálok. Akkor is, hogyha elrontok dolgokat. Akkor is, hogyha gyenge vagyok, vagy béna vagyok. Mert Jézus nem az erősekért jött, hanem érted. Azt, ha béna vagy, akkor bénán jött érted. Vagy egy bénáért jött, mert ő nem volt az. De tudta, hogy kikért jön el. A mentő sem azt mondja, hogy na nézzük csak akkor, akivel nem vérezzük össze magunkat, meg nem mocskoljuk össze magunkat, azokkal fogunk foglalkozni. Nem. Hanem megnézi a legsérültebbet. Azt mondta egy mentős egy ilyen riportműsorban, hogy amikor van egy tömegbaleset, és képzeljétek el, hogy ő már képzett elsősegélynyújtó mentős segéd, vagy mentős tiszt, ezt most nem tudom pontosan, mentős volt, amikor egyszer egy autó belerontott egy villamos megállóban az emberek közé, és több sérült feküdt ott. És mondja a riporter, hogy te jó ég, hát biztosan nagyon izgatott volt, és nagyon nehéz lehetett akkor abban a stressz helyzetben összeszedni a gondolatokat. Azt mondja, életemben akkor voltam a legnyugodtabb. Ilyenkor egy szabály van, nem szabad kapkodni. Hadd teljen az idő, mert többet ártunk, ha kapkodunk, mint hogyha szépen kivárjuk a dolgot. Oda mentem, és akkor a legjobban óbégatott, akiből a csontok így álltak, meredtek kifele, na azokat szépen elkerültem. Ma azok van erejük ordibálni, azok rendben vannak, meghalni nem fognak. Csúnyán néznek ki, de össze lehet őket szedni. Akik maga tehetetlenül feküdtek, azokhoz mentem. És sok ember óbégat. Jaj, ha megsegíten engem az Isten, ó, Uram, könyörülj! Ezt Isten elkerüli őket. És aki csak azt mondja, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Csak épp egy kicsi életjel van benne, ahhoz megy oda. Mert ez az én Istenem. Rajtam így könyörült. Ha nem volt nekem erőm obégatni, meg kiáltani, meg mit tudom én, mit levarázsolni az Istent az égből, nem volt ehhez erőm. Arra volt erőm, hogy szerencsétlen legyek. Meg sokszor arra van most is. És az én Istenem meglátogatja az ilyen szerencsétleneket. Oda jön hozzá, ellátja őket, megbocsát nekik, felépíti őket. És akkor nem azon gondolkodom, hogy jaj, milyennek láthat engem, jaj, hát most látott úgy, hogy mesztelen vagyok, vagy törött a csontom, vagy ilyen bűnös vagyok, jaj, hát a Szent Istenem most rólam. Nem ezzel foglalkozok, hanem az, hogy Uram, hogy meggyógyítottál, milyen csodálatos vagy, dicsőséges vagy, látlak téged. A kereszten feltámadni, ha te szellemedet látom, galamb formájában, meg mindenféle formában, testvér formájában látom, képzeljétek a Szent Szellem. Testvér formájában, leszállnak a testvérek. Óriási dolog. Látom őt. És ez az Isten, ez az én Istenem, ez az enyém, és csak az enyém. Amen. Amen.